Köszöntöm a kedves nézőket. Tudják, és most lefényképezkedünk, hogy mindörökre meglegyünk. Köszönöm az Alexandra Pódiumnak, hogy ezen a gyönyörű helyen forgathatunk. Üdvözlöm a két fiatalembert, akivel együtt lapozgatjuk a fotóalbumot. Patkó Béla Kiki és Tere Öcsi, Tere István, az Szerbusz. Első emelet oszlopos tagjai. Nem pihentetek túl sokat, illetve egy 20 évet. Nem, úgy értem, hogy nem ültetek a babérjaitokon, mert hogy itt egy lemez a kezemmel. Jaj. Én nézzétek, hogy képzel, jutott el, vetted? Nem vásároltad. Hát én nem utolsó példán, igen, ez jó. Nem vásároltad. Szóval 20 évet dolgoztatok rajta. Volt egy olyan együttes, aki 21 évente adott ki lemezt, ami azokhoz szeretnénk hasonlítani. Most komolyan volt ilyen? Volt ilyen, volt. Egy lemezük jelent meg, mert a következőre ugye várni kell még egy 10 évet körül. Aha. Hát én akkor de te nem vagy tájékozatlan ebben a kérdésben. Én azért, azt szeretném, hogyha majd a következő lemezt is nálam mutatnátok be. Mindenkinek jó lenne. Jó, hát valamennyire próbáljuk komolyra fordítani a szót, mert hogy hát ez azért nagy bátorság. Miért kell ez bátorság? De szerintem az. Azért, mert úgy megcsinálni most egy lemezt, hogy az megfeleljen a bulvárnak, megfeleljen azoknak, akik már közben felnőttek, de megfeleljen azoknak a fiataloknak is, akiknek az anyuka mesélt rólatok, ezért ez bátorság. Én ezt nem pejoratív értelme mondom. Attila, hát először is nem szerettük volna megfelelni a bulvárnak, ez egy nagyon fontos dolog. A másik elsősorban magunknak és azoknak, akik bennünket szeretnek, nekik akartunk megfelelni, senki másnak. Tehát bennünk ilyen szándék nem volt, hogy mi a bulvárnak. Hát valahogy el kell adni. Figyelj. Már ez sem volt igazából a cél. Szóval mi ezt az egészet... Kihívás akkor ez? Nem, amikor ezt eldöntöttük, hogy most már zenekarként működünk 2 évvel ezelőtt, akkor emlékszem a folyamatra. Igen, akkor abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy semmiféle kompromisszumot nem kell kötnünk, semmiféle olyan megalázó szituációval nem kell belemenni, amit nem akarunk. Tehát ez egy jutalomjáték, ez egy zenés játék, zenés kísérlet, hogy a zenekar 4-5 napra bezárkozott egy vidéki házban. Annyi időlet elkészült? Igen. Hát, igen, három dal gyakorlatilag. Ez egy 3 dalról beszélünk, lejött a Geszti Peti is, őt is megérintett az egésznek a feelingje, nagyon jó 3 szöveget írt rá, ezzel nyilvánvalóan nem fogunk meggazdagodni, nem is akarunk vele, ez egy nekünk is ajándék, úgy érzem, meg a rajongóinknak is, a régieknek is, az újaknak is, hogy itt van egy elsemmelt lemez. Meg megmutatjuk magunkat most 2010-ben, hogy mire vagyunk képesek. Szerintem ennek egésznek ennyi az üzenete, hogy ma is tudunk valami olyan dolgot csinálni, ami talán megérinti az embereket. És szerintem megérintett, mert nagyon érdekes volt, ugye, mert ott lent dolgozgattunk, Öcsi fönt adminisztrált, és akkor időnként lejött, és meghakadt, és rajta is látszott, meg a Péteren és a Geszti Petén is, hogy mind a három valahol karakterében más. És ez nagyon jó, hogy az ember összejön, mindenki beleadta a saját tehetségét, belerakta a saját energiáját, és ebből született valami. Szerintem ez az igazi alkotás, és ez az a folyamat, aminek van értéke, vagy van értelme. Nem kellett vigyázni, hogy hasonlítson, Kiki? Tessék? Nem kellett vigyázni, hogy hasonlítson? Belül? Nem kell, semmire nem kell vigyázni, önmagadat kell adni, így van. Hát a Gabika is elkezdett zongorázni, akkor kell elkezdett gitározni, akkor megszületett egy dallam, akkor összeraktuk az alapot, tehát ez egy ilyen igazi munka volt e mögött, és jó érzés volt így dolgozni, nem úgy, hogy a számítógépeken keresztül, ugye, mint ahogy ma összebarkácsolnak különböző felvételeket, hanem ez egy igazi alkotó. Igen, de be volt rendezve, egy szoba be volt rendezve, és amikor kedvünk volt, akkor lementünk, muzsikáltunk. Ez az igazi. Persze ettünk, ittunk közben, hát hogy azért az a feeling meglegyen. Ez fontos. Hát ezek alapvető dolgok ehhez. A koncerten ezt már játszátok? 2 dalt már igen. Nagyon szereti a közönség, tehát aki ismeri, az azért, aki akkor hallott először, akkor azért, de a Megyek a szívem után című dalt azt a ráadásban is szoktuk játszani, uh-huh. És ott már tényleg ott van egy nagyon jó kis megjegyezhető része, azt már velünk szokta énekelni a közönség. Nagyon jó hangulata van. Az első tesztje a 3. dalnak, az Egy pohárral még című dalnak, az a nyári emelet táborban volt, amikor tényleg még a Kiki is egy lapról olvasta a szöveget, annyira új volt. Hát még nem tudtuk amit akkor igazából, mert ott friss volt. És hát ott volt velünk 40 rajongó ebbe az emelet táborba, és ott azért volt, aki elpityeredett. Tehát nagyon beletalált a Péter ennek az egésznek a hangulatába, hogy mi is abszolút a sajátjunknak érezzük, és hát a kedves rajongó. Van egy ilyen sor benne, csak azért mondom, hogy gyere, mondd el, gyere bátran, ahogy 80-valahányban. Tehát aha, hogy ezek ilyen jó pofa mondatok, meg aha. A rock and roll újra szíven talált. Tehát ezek olyan mondatok, amik ilyen, én úgy gondolom, hogy ezek ilyen kulcsmondatok. Hozzánk is, meg ahhoz a világhoz, amit képviselünk.
És a film forog tovább, ez is elhangzik. Igen, és az is benne van egy saját magától kis vissza. Igen, Péter, igen. Klip? Van ebből? Vagy hát ebből a dalból van egy klip, igen, egy koncept jellegű. Igen. A klip az egy hosszabb és nehezebb műfaj, nincs igazából hely, ahol levetítsék, de egy koncert felvétel. A végén meg tudjuk nézni akkor. Egyébként mindig egy kérdőjel az, hogy érdemesem a klipet gyártani. Van-e fórum, ahol ezt leadják? Tehát van ennek egyáltalán? Tehát a CD-nek sincs fórum, ahol leadják. Hát jó, csak valamilyen szinten meg kell jelenni. A rádiók azért játsszák, tehát ott azért van. Képes megjelenni, mert mi már nem vagyunk Viva kompatibilisek, és onnantól kezdve... Indul egy Viva Senior jövőre. És abban van esélyünk, hogy abban... Viva kompatibilis. Öcsi, miket talál ki, ez nagyon jó. Igen. Hogy azért mondom, hogy ezért nehéz. Nagyon jó ötleteink lennének, hogy milyen klippet, hiszen az Emeletnek az utóbbi idejében készültek jó klippek, most is lenne hozzá minden, csak... Hát, a 80-as években egyébként igen, tényleg voltak jó klippek, akkor sztoris klippek voltak. Volt egy videodiszkók, ahol... De érdekes, hogy kezd visszajönni. Most voltunk az egyik rádiónak egy ilyen Christmas partján, és ott olyan videodiszkó volt, hogy 7 nyelven beszélt, és egyre több helyről hallom vissza, hogy ezek a retro diszkók, meg ez a mostani diszkókban is hát nagyon jó klippek vannak. Igen, csak teszik ki. Hát csak most már nem tévét tesznek ki, hanem nagy kivetítő, de ez jön vissza. Hogyha nem lenne a retro, ha nem jött volna megint elő, akkor nem is lenne érdemes előjönni azoknak a zenekaroknak, akik még tényleg játszanak. De mi ezt nem akartuk meglovagolni. Értem, Kiki, csak akkor is kell valamit csinálni, hogy most a Gesztit említetted. Tudod, hogy mi ebben nagy kihívás? Abban, hogy mondjuk 2010-ben X, mondjuk, most nem ki sem merem mondani, hogy hány év után, nagyon hosszú év után, hogy ha előállsz valamivel, azt hogy fogadja a közösség. Először is az első kérdőjel ott van benned, hogy tudunk-e még együtt dolgozni. Tehát, igen, hogy tudunk-e még olyan dolgot csinálni, ami majd aztán érdeklődésre tartat számot. A másik kérdőjel ugye, hogy befogadó-e a mai nézőközönség. Nyilván azok, akik velünk együtt nőttek fel a 80-as évektől kezdve, azok befogadják ezeket a felvételeket, vagy az új, tehát a mostani közönség is elfogad-e bennünket. Ez egy komoly kérdőjel, de ez ott van az embernek a fejében, de nem ez szerint dolgoztunk, hanem ösztönösen. Azt mondtuk, hogy mi az, ami nekünk tetszik, mi az, amit úgy gondolunk mi, hogy ez megfelel, ez jó, ez egy minőség, és akkor ezt adtuk most oda, ez fogható így kézben most jelen pillanatban a CD formájában. Ez a retro, amit mondasz, ez egy nehéz dolog, mert mióta mi ebben a szakmában vagyunk, mindig ezt, hogy csak eddig régen nosztalgiának hívták. Igen. Tehát azért mindig ott voltak a régi nagy csapatok, akik összeálltak, tehát ez most nem a 80-as évek, most egy kicsit előrébb van tolva, de eddig ez a nosztalgia, ez mindig is működött, és abból is látszik, hogy a zenekar nem a múltjából akar csak élni, hogy hát készültek új dalok. Tehát, nem akarunk lerágott csont lenni, ez a lényeg. Tehát most akarjuk megmutatni, hogy milyenek vagyunk. Hát tulajdonképpen most majd a Gesztiféle sztorira visszatérünk később, de hogyha úgy nézitek, akkor az Omega, a Loksi, stb. Egy 20 évvel idősebb csapat, mint ti vagytok, és még mindig játszol. Múltkor épp beszélgettünk róla, hogy olyan 10-15 évvel ezelőtt úgy ábrándoztam arról, hogy milyen jó, hogy ezek az Omega, Korál, ezek úgy már a nagy generáció, hogy kimegy, és akkor mi leszünk a nagy generáció. És 15 év múlva ugyanott tartunk, hogy még mindig kicsik vagyunk. Mindig ott vannak a színpadon. Már 4 bottal járunk 6-an, és mindig kis generáció, és a nagyok meg még 78 évesen se akarják abba hagyni. Hát most az Omega meg a Hobo most úgy mondja, úgy néz ki, hogy, na jó, hát hogy tudom, talán, igen. De erre van a mondat, hogy a rock and roll újra szíven talál, mert aki egyébként ebben él, az minden nap, minden fölmegy a színpadra, vagy mit tudom, időszakonként fölmegy a színpadra, és rájön arra, hogy ott a helye. Ott a helyed, és ott érzed jól magad. Hát ott tudod megmutatni magad. Még mindig fiatalok vagytok, tessék csinálni a dolgot. Jó, nagyon ne ficcánk, hogy tudod a derekad, vigyázz. Vigyázz, hogy tessék, hogy pont erről beszélgetünk, hogy a régiek találkoztak, és állandóan, hú, te a derekad neked is, mi a kezem, nem, a könyököm. Ezt akarom mondani, hogy azok a próbák, amik 20 évvel ezelőtt voltak, gondolom nem erről szóltak, mint most. Hogy óvatosan ülj le, meg ilyenek. Igen, vigyázz, nehogy nem megemeld a hangfalat, nehogy baj legyen belőle. Meg most már nem kell úgy utána nézni. Ott a visszapillantó tükör. Igen, most belenézem. Meg akarja, hogy megnézzük, oda jön. Nem, jók vagyunk szellemileg is, még a nevedet várjál. Hogy eszembe, nem tudom, de az emlékezetem baromi volt. Tisztelet a kivételnek, ugye?